Ugye ez egy kép még onnan, néhány nappal a tragédia előtt készült, ahol még vidáman készülnek arra, hogy ezt a megismerési folyamatot, amit ugye december végétől már Etiópiában eltöltöttek, valami kellemes emlékekkel fogják zárni, ami sajnos nem sikerült. Petrovics Kálmán, kétszeres világbajnok kenusa, Fábián Tamás értéktár alapítvány elnöke nyitotta meg a 10 év 10 óra című megemlékezést Bonyhádon, amit a 2012-ben Etiópiában elhunyt barátaik emlékére szerveztek meg. Két fiatalemberről van szó, akik azért mentek oda, hogy megismerjék a világot. Megismerjék azokat a dolgokat közvetlen közelről, amiket mi esetleg adott esetben csak képekről, videókról tudunk megismerni, meg amiről tanulunk az iskolában. És szerintem az nagyon nagy érték, hogy ők elmentek, megnézik, lefényképezik, majd elhozzák nekünk ezeket az ismereteket. Gruber László, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium földrajztanára is nagyon jó baráti kapcsolatot ápolt Fábián Tamással. Általa ismerhették meg a Völgységi Város gimnazistái is a világutazó tanárt. Én egy olyan gimnáziumban tanítottam korábban, ahol a tanév egy részét ezt tette ki, hogy a diákokat vittük az országon belül, Kárpát-medencén belül, és akár távolabbi vidékekre is. Amikor idejöttem a Bonyhádi gimibe, akkor úgy gondoltam, hogy itt is meg lehet ezt csinálni, nem is azt mondom, hogy kicsiben, mert én nem gondoltam, hogy ilyen sikeres lesz. Miután ezt elmeséltem a diákjaimnak, annak idején, hú de régen volt, 2004, azt mondták, hogy jó van tanár úr, akkor menjünk mi is külföldre. Mondom, hova szeretnétek menni? Tunéziába. És egy hét múlva vittem a Tunézia programot, és csak lestek, hogy komolyan gondolta. Mondom, igen. Természetesen hát bolondnak nézett mind a tantestület, mind a hozzám közel állók, hogy persze majd Bonyhádi gimisekkel elmegyünk Tunéziába, és 28-an elutaztunk. Ezt én elmeséltem Tamás barátomnak, és Tamás azt mondta, hogy mi lenne, ha mi együtt is szerveznénk ilyen utat. Ez számomra nem csak azért, mert jó barátom volt, és hogy ezek által az utak által még jobb lett természetesen, hanem egy megtiszteltetés volt, hiszen ő tényleg egy világutazó. Engem is sokszor tüntetnek így föl, de én abszolút nem gondolom magam így, és ezt nem ilyen álszerénységből mondom, hanem nagyon komolyan. Tamás viszont tényleg bejárta a világ nagy részét, hát Latin-Amerikát, Izlandot, Erdélyt úgy ismerte, mint a tenyerét, és még sorolhatnánk. És a következő évtől indítottuk egy török úttal Tamással, és utána egymást követték, és valószínűleg, ha még most is élne, akkor a következőt szerveznénk éppen, ha ebben a helyzetben lehetne. Régi álmuk volt, hogy egyszer eljussanak Etiópiába. Akkor még nem gondolták, hogy ez lehet majd az utolsó közös kalandjuk. Egy szép napsütéses nap volt 10 évvel, kereken 10 évvel ezelőtt is, Etiópiában, valahol a Danakil-félföldön, az Erdtále vulkán környékén, és hát ugye ez volt az a napsütéses délután, ami az éjszaka során a tragédiába torkollott. Két jó barátunkat, Fábián Tamást és dr. Szabad Gábort vesztettük el, jelképesen maradtak ott örökre. Valójában ebben az 1 millió négyzetkilométeres országban egy fő célpontunk lett volna, ez az Erdtále vulkán. Tamással számtalan utat szerveztünk bonyhádi gimnazistáknak főként, és saját szervezési utakon is részt vettünk. Eljutottunk vele Törökországba, két alkalommal Korzikára, egy olasz vulkántúrára, Marokkóba, Izlandra, és hát a nagy álom Etiópia is megvalósult. Ugye ez 2011-12 fordulóján volt, a karácsonyt is szinte ott töltöttük, és egy csodálatos három hetet töltöttünk együtt, aztán sajnos a harmadik hét végén, miután különváltunk, őket az Erdtále vulkánnál egy támadás érte, éjjel egy óra körül, és hát két magyar áldozata volt ennek a támadásnak a három külföldin kívül. A másik magyar áldozat dr. Szabad Gábor, a 38 éves, két gyermekes bőrgyógyász kutató orvos volt. Ő Tamásnak volt jó barátja, illetve hát annyi közös pont volt, hogy tőle béreltük mindig az egyik kis buszát, amelyet jó szívvel és fogalmazunk így akciós áron mindig ideadott nekünk. Gábor Tamással külön is utazott néhány helyre, és valójában ők voltak, illetve Gábor volt az egyik, aki a későbbiek során csatlakozott a csapatunkhoz, ugyanis négyen indultunk Etiópiába, és három hét után csatlakoztak még hárman hozzánk, és hát végeredményben így indultak el ők erre a külön útra az Erdtáléhoz. Nekünk pedig Szilasi Péter barátommal az volt a szerencsénk valahol, hogy se időnk, se pénzünk nem volt erre. Egyébként főleg az időfaktor volt az, mert azért a pénzt meg lehetett volna oldani, ami visszatérésre szólított bennünket, ugyanis hát belföldi repülőjáratot, Egyiptomban csatlakozást el kellett érni. Hát aztán az a hazaút, igen, az meg olyan volt, amilyen közben szivárogtak a hírek, senki nem tudott semmit, és hát elég szomorú volt, mikor hazaértünk, és meghallottuk, hogy mi történt.
Tamás eredeti végzettsége szerint földrajztestnevelés szakos tanár, és egy nagyon jó baráti körük is alakult ki, az egykori csoporttársai közül is jöttek erre az előadás sorozatra, és néhányan, és bekerült az egyetemre, ott valójában ő tanszéki segéderő volt, így mondom, tehát ő neki igazából az egyetemen nem is volt olyan fokozata. Soha nem doktorált le, pedig én úgy gondolom, hogy azért, ha valaki, hát neki a kis ujjában volt a földrajz, meg a GPS is, ahogy szoktuk mondani, egyébként mindig GPS nélkül utaztunk, mikor a gyerekek kérdezték, tanár úr, mikor kapcsolják be a GPS-t, hol van a GPS, Tamással meg mindig szerényen így a fejünkre mutattunk, hogy itt van a GPS, ami a többségében be is jött. Na és lényeg az, hogy Tamás ott tanított, és tanszéki segédmunkatársként dolgozott, de mindent, a talajminták gyűjtésétől, órákat is tartott egyébként, tehát ilyen speciál kollégiumokat, főleg az utazásokról, számtalan előadást tartott a Magyar Földrajzi Társaságról, és ő egy igényes utazó volt olyan szempontból, úgy gondolom, hogy ő nem csak elutazott és megnézte és saját magának összegyűjtötte ezeket, hanem mindig cikkeket is írt róla, és számtalan előadást tartott Szegedtől Bonyhádig, hát azt mondom, hogy a Világutazó Klubunknak az egyik fő előadója volt, amely a halála óta fölvette az ő nevét, és Fábián Tamás Világutazó Klubnak hívják, és most néztem éppen, hogy közel 90 előadásunk volt az előző 20 évben, most tavasszal ünnepeljük ennek is a 20. születésnapját. Gruber László elmondta, ez a jubileumi megemlékezés nem egy gyászesemény volt. Bár a Művelődési Ház előcsarnokában lehetett gyertyát gyújtani, az esemény célja Fábián Tamás emlékének, munkásságának, az általa gyűjtött értékeknek a megőrzése, bemutatása volt. Ez valójában nem is annyira a tragédiáról kíván megemlékezni, hanem inkább arról, hogy milyen szép tájakra lehet eljutni. Természetesen ezzel is, mint ahogy a második etióp utunkkal, amikor visszatértünk Péterrel és még két jó barátunkkal, megemlékezünk a fiúkról, de főként arról szól, hogy milyen jó helyekre lehet eljutni. Tehát semmiképpen sem gyászolni szeretnénk, emlékezni igen, azért is gyújthat mindenki itt egy gyertyát vagy mécsest, aki eljött, viszont inkább a szépségéről beszélünk, hogy felfedezni a táj, az világ, amit felfedezni kívánunk, hogy annak milyen csodálatos képződményei, emberei, vallásai, kultúrái vannak.